Következik a következő, a harmadik feladat. Tehát ez ugye, itt megpróbálom kinagyítani, ez nekünk a harmadik feladat. Azt mondja, read this article about a language which is really two languages and then read the sentences following it. Mark a sentence A if it is true according to the article, mark it B if it is false, mark it C if there is not enough information to the text to decide if the sentence is true or not. Tehát a lényeg az, a hármas feladat ez megint egy különböző feladat. Mit kell csinálnod? Megadtak nekünk egy szöveget. Megadtak nekünk ezt a szöveget angolul. És itt ugye a harmadik feladatnak a második lapján itt megadtak nekünk különböző mondatokat. Tehát ennyit a vizsgán látsz, ez a harmadik feladatnak a második oldala, ennyit látsz. Itt megadtak nekünk, azt mondja, hogy 7 darab mondatot, 7 darab állítást, és ezen 7 állításról kell neked a vizsgán eldönteni, hogy ez a 7 állítás, ez igaz, hamis, vagy nem lehet eldönteni, mert a szövegben nincs szó ilyenről. Nagyon fontos, hogy a betűkre külön oda kell figyelned. Tehát akkor írsz át, ha az állítás igaz a szöveg szerint, akkor írsz B-t, ha az állítás hamis a szöveg szerint, és akkor pedig C-t írsz, hogyha nincs információ a megadott szövegben erről az állításról. Tehát, egyébként itt tudnod kell azt, itt mi az, ami ennél a feladatnál rendkívül fontos. Egyrészt tudnod kell, hogy ennél a feladatnál az állítások, azok mindig követik a szöveg sorrendjét. És tehát a lényeg az, hogy ami a szövegben első helyen van, tehát az első állításra vonatkozó információt azt a szöveg legelején találod. Utána a második állításra vonatkozó információt a második helyen találod. Tehát a lényeg az, hogy az állítások követik egymást. Az állítások azok mindig követik a szöveg sorrendjét. Jó? Tehát ez nem nehezítés, hogy össze-vissza van, hanem mindig állítások követik a szöveg sorrendjét utána. És azt külön egyébként ne felejtsd el, hogy az A az true-nak felel meg, hogy igaz, a B az egyébként false-nak, hogy hamis az állítás, és a C pedig azt jelenti, hogy a szöveg nem tartalmaz erre vonatkozó információt. Na most, itt ezt hogyan kell megoldani? Itt én azt javasolnám először neked, hogy először itt talán érdemes elolvasni, először az állításokat olvasd el. Tehát a megoldás menete. Először érdemes elolvasni az állításokat a feladat második oldalán, szimplán azért, mert hogyha elolvasod az állításokat, akkor tudod azt, hogy milyen információra kell vadásznod. Tehát mi az, amire figyelned kell. Először olvasd el itt ezeket a megadott állításokat, mondjuk az első kettőt. És utána ugye nyilván neked ezt magyarul pontosan értened kell, hogy miről van szó. Tehát, the chief's daughter cannot immediately give the word for cup. A főnöknek a lánya nem tudta a bögrére vonatkozó szót megmondani. 15. Most of the words are the same in the male and the female language. A legtöbb szó ugyanaz a nők, illetve a férfiak, illetve a nők nyelvén. Tehát a legtöbb szó az azonos a nők, illetve a férfiaknak a nyelvén. There are more male than female words in Ubang, tehát az ubangi nyelven több férfiaknak szóló szó van, mint női szó. The male words are more difficult to pronounce than the female words, tehát ez azt jelenti, hogy a férfi nyelvnek a szavait
nehezebb kiejteni, mint a női nyelvnek a szavait. In Ubeng, a man and a woman have no more problems understanding each other than, for example, a man and a woman in the UK. Tehát Ubangban, Ubang az egy ország, Ubangban egy férfinak és egy nőnek nem okoz jobban megérteni egymást, mint például egy férfi és egy nő, mint például egy Egyesült Királyságban lakó férfinak, illetve nőnek. Tehát miről van szó a 18. állításban? Nézd meg, a 18. állítás az egy típus példája annak, hogy azt elsőre nem is olyan könnyű érteni. Miről van szó a 18. állításban? Hogy Ubang nevű országban egy ubangi férfinak, illetve egy nőnek, egy ubangi férfi, illetve egy nő, az pontosan annyira képes megérteni egymást, mint például egy Angliában, vagyis egy, hát nem Angliában, hanem egy Egyesült Királyságban lévő férfi, illetve nő. Tehát egy ubangi férfi és egy ubangi nő az pontosan annyira képes megérteni egymást, mint például egy Angliában lakó férfi, illetve nő. Aztán, boys learn the male language from their fathers, tehát a fiúk az apjuktól tanulják meg a férfiak nyelvét, és 20-as, according to the chief, God gave two languages to every ethnic group in the world. A főnök szerint, tehát az ubangi főnök szerint, Isten minden egyes etnikai csoportnak két nyelvet adott a világon. Tehát, még egyszer, mi ennél a feladatnál a megoldás menete? A lényeg az, hogy először olvasd el, hát nyilván nem az összes állítást, azért, mert mindegyikre nem fogsz tudni emlékezni. Először olvasd el, vagy csak az első, vagy csak a második állítást. Első állítás. The chief daughter cannot immediately give the word for cat. Elolvastad az első állítást. Aztán, akkor utána odamész a szövegre, de ezt az állítást észben kell, hogy tudja tartani. Odamész ugye a szövegre, és elkezded olvasni. Ubang, the Nigerian village where men and women speak different languages. Tehát az Ubang az egy olyan nigériai falu, ahol a férfiak és a nők különböző nyelveket beszélnek. In Ubang, a farming community in southern Nigeria, men and women say they speak different languages. Wishing to demonstrate the two different languages, village chief Oliver Eben calls over his two young children. Tehát Ubangban egy ilyen földművelő, Ubangban, ami egy földművelő közösség Dél-Nigériában, tehát Nigéria déli részén, Ubang az egy földművelő közösség, magyarul egy ilyen kisebb falu Nigéria déli részén, a férfiak és a nők különböző nyelveket beszélnek, és hát ugye azt kívánva, hogy bemutassa, hogy annak érdekében, hogy bemutassa ezt a két különböző nyelvet, Oliver Ibang, falufőnök, hát vagy törzsfőnök, magához hívott két fiatal kisgyereket. Megyek tovább, itt egyébként még semmiféle megoldás, megoldást, hát ugye nem adtak, tehát itt még ezt nem tudom. Tehát elolvasom a 14-es, the chief daughter cannot immediately give the word for cup, hogy a főnöknek a lánya nem tudta rögtön a bögrét jelölő szót. Akkor én megyek tovább, itt erről még nem volt szó, tehát erről még semmi információt nem tudunk, tehát itt még nem adott semmi infót a szöveg, akkor megyek tovább. He holds up a cup and asks his daughter what it is called. Felemelte egy bögrét, és megkérdezte a lányát, hogy hívják ezt a... mi a bögrének a neve az ő saját nyelvükön. It's Ogbala, she says, without thinking for a moment. Tehát, felemelte a főnök egy bögrét, és megkérdezte a lányát, hogy milyennek a bögrének a neve az ő nyelvükön. It's Ogbala, she says, without thinking for a moment.
Okbala, mondja a lány, anélkül, hogy egy pillanatot is gondolkodna. Tehát egy pillanatnyi gondolkodás nélkül. Okbala, mondta a lány, gondolkodás nélkül. But in Ubang's male language, the word for cup is nko. De viszont az ubangi férfi nyelven a bögrét jelölő szó az nko. There are some other examples, such as the word for clothing, which is ki for men and ariga for women. Tehát arról van szó, hogy felkapott a törzsfőnök egy bögrét, és megkérdezte a lányát, hogy mi ennek a bögrének a neve a nyelvükön. Okbala, mondta a lány, anélkül, hogy egy pillanatot is gondolkodott volna, tehát okbala, mondta a lány azonnal, gondolkodás nélkül. De a zubangi férfi nyelven a bögrét jelölő szó az enkó. És van más, számos más példa, például az öltözködés szavai, vagy az öltözködésnek a szava, ami enki a férfi nyelven, és ariga a nők nyelvén. Tehát itt rögtön tudjuk, hogy the chief daughter cannot immediately give the word for cup. A főnök lánya nem tudta azonnal a bögrés szót az ubangi nyelven. Ezt tudjuk, hogy ez false, tehát ez hamis. Ez kiderül, hogy ez hamis. Egyébként ennél a feladatnál szerintem sokkal könnyebb, ha ide először truth, false, vagy doesn't it say it írsz ide először, mert utána ezeket könnyebb lefordítani a feladat által kért kódra. Tehát ez egyébként false lesz. Ezt tudjuk, hogy ez false, ez hamis. Tehát, mivel ez false, ezért neked ide Bélát kell írni. Ezért ő lesz a Béla. Beírod ide, hogy Béla. Tehát ez az állítás, hogy the chief daughter cannot immediately give the word for cup, ez false, azért, ugye ez azért false, mert it's Okbala, she says, without thinking for a moment, Okbala, tehát a törzsfőnök felkapott egy bögrét, és megkérdezte a lányát, hogy hívják a bögrét az ő nyelvükön, azt mondja, hogy Okbala mondta a lány, anélkül, hogy bármit is gondolkodott volna, egy pillanatnyi gondolkodás nélkül, tehát gondolkodás nélkül rávágta, hogy Okbala, tehát nem gondolkodott róla, és innen tudjuk azt, gondolkodás nélkül mondta, és innen tudjuk azt, hogy ez egyébként hamis lesz az állítás. Az állítás azt mondja, mert az állítást azt mondja, hogy a törzsfőnöknek a lánya nem tudta rögtön, hogy minek nevezik a bögrét a nyelvükön. Ez nem igaz, mert ugye azonnal rávágta, hogy Okbala, tehát ez az állítás hamis, ez false. Akkor ezt tudjuk, akkor elolvassuk a következő két állítást. Most of the words are the same in the male and female languages. A legtöbb szó a férfiak és a nők nyelvén ugyanaz, vagy azonos. There are more male than female words in Ubang, és az a 16-os állítás pedig azt állítja, hogy több férfi szó, több, a férfiaknak több szava van, mint a férfi nyelvnek, az ubangi férfi nyelvnek több szava van, mint az ubangi női nyelvnek. Akkor megyek tovább, és hát ez egy kicsikét nehéz elmagyarázni, tehát ugye most ezt, tehát most jelenleg itt tartok, hogy enko, és ugye itt tartok, hogy for women. Olvasom tovább a bekezdést, olvasom tovább a szöveget. It is not clear exactly how many words are different in the two languages. Tehát az nem teljesen világos, hogy a két nyelvnek hány szava különbözik egymástól. Also, there is no pattern such as whether the words are commonly used or linked to traditional rules for men or women. És ugye arra sincsen ilyen kialakult, arra sincsen minta, hogy ezeket a szavakat, tehát arra sincsen minta, itt közben nézem az én példányomon, hogy arra sincsen egy kialakult minta, hogy ezeket a szavakat milyen gyakran használják az egyes szavakat, és hogy ilyen hagyományi
mintákat, hogy ilyen hagyományos mintákat követnek-e a férfiak, a különböző férfi, illetve női szerepek. There are a lot of words that men and women have in common, then there are others which are totally different depending on your sex. Tehát sok olyan szó van, ami a férfi, illetve a női nyelvben közös, tehát sok férfi, illetve a női nyelvben van közös szókincs, viszont olyanok is vannak, ami teljesen különbözik a nemtől függően. They don't sound alike, they don't have the same letters, they are completely different words. Tehát a hangzásuk nem hasonlít egymáshoz, nincsenek azonos betűik, és teljesen különböző szavakat használnak. However, both men and women are able to understand each other as well as anywhere else in the world. Azonban, tehát ennek ellenére mind a férfiak, ugye jelenleg itt tartunk, hogy however, both men and women are also able to understand each other as well as anywhere else in the world. Azonban, a férfiak és a nők egyaránt képesek egymást éppen annyira megérteni, mint bárki más a világon. Ugye? Tehát jelenleg itt tartunk. Jelenleg itt tartunk, és akkor ide tudjuk, hogy például, na most ennél a feladatnál egyébként szeretném elmondani, jaj, hoppá, Jézusom, bocsánat, hogy ennél a feladatnál a legnehezebb az, hogy arra hogyan jössz rá, hogyha valamiről nem adtak meg infót. Ugye ennél a feladatnál szerintem az a legnehezebb, hogy azt próbáld meg behatárolni, hogy éppen hol tart a történet. Tehát még egyszer ugye mondtam azt, hogy az állítások azok követik a szöveg sorrendjét, és emiatt nagyon fontos az, hogy azt tartsd fejben, hogy éppen hol tart a történet. És azt, hogy most of the words are the same in the male and female languages, hogy a férfi, illetve női nyelvnek a szavai, azok azonosak, tehát nagyon sok szó férfi, illetve női nyelven azonos, erről semmiféle információ nincs a szövegbe. Azért, mert ezt konkrétan a szöveg nem említi. Tehát ez az úgynevezett DS, ez a doesn't it say lesz, the text does, ez a does not say lesz, ezt nem említi konkrétan a szöveg, erről nem ad a szöveg semmiféle információt, hogy a legtöbb szó a férfi, illetve női nyelven azonos lenne, erről nincs információ, ez DS lesz, ez C lesz. És ami miatt ez a feladat szerintem rendkívül nehéz volt az érettségizőknek az, hogy egyébként a következő két állításról sem ad a szöveg semmiféle információt. There are more male and female words there are more male than female words in Ubang. Több férfi, mint nő nyelvi szó, tehát a férfiaknak több szava van Ubangban, mint a férfiak nyelvének több szava van Ubangban, mint a nők nyelvének. Erről megint nincsen információ. And the male words are more difficult to pronounce than the female words. A férfi nyelv szavait nehezebb kiejteni, mint a női nyelv szavait. Egyébként erről sincsen semmiféle info. Mind a három állításról, 15-ös, 16-os, 17-es állításról nincs információ a szövegben, ezért ez mind doesn't it say lesz. És a következő, amit tudhatunk, az a 18-as lesz, hogy in Ubang, a man and a woman have no more problems understanding each other, for example, a man and a woman in the UK. Tehát, hogy Ubangban egy férfinak és egy ubangi férfinak, illetve nőnek nem okoz problémát jobban megérteni egymást, mint például egy Egyesült Királyságban lakó férfinak, illetve nőnek. Tehát a 18-asba látjuk azt, a 18-as az igaz lesz, és nézzük meg azt, hogy miért. Nézzük, itt ez a mondat a kulcs. However, both men and women are able to understand each other as well as anywhere else in the world. Azonban a férfiaknak és a nőknek, a férfiak és a nők egyaránt képesek éppen annyira megérteni egymást, mint bárhol máshol a világon.
Tehát a 18-as, a 18-ast, azt emiatt tudjuk, a 18-as, az emiatt tudjuk, bocsánat, a 18-as, jaj, a 18-as az emiatt igaz lesz, tehát az A lesz. A 18-as az emiatt tudjuk, hogy az A lesz, az emiatt igaz. És igazából innen tudhatod azt, hogy az előző három állítás. Arról az előző három állításról a szöveg semmiféle információt nem adott, de erre szerintem elég nehéz volt rájönni. Tehát a 15, 16, 17 állítás az mind C lesz, mert arról semmiféle infót nem adott a szöveg. Megvan a 18, megyek tovább. Boys learn the male language from their fathers. A fiúk az apjuktól tanulják meg a férfiaknak a nyelvét. And this might be partly because boys grow up speaking the female language as they spend most of their childhoods with their mothers and other women. Tehát ez részben azért lehet, mert a fiúk miközben felnőnek, tehát gyermekkorukban a fiúk a női nyelvet beszélik, mivel a gyerekkoruk legnagyobb részét az anyjukkal és más nőkkel együtt töltik. However, by the age of 10, boys are expected to speak the male language. Azonban 10 éves korukban a fiúktól azt várják el, hogy már a férfiak nyelvét beszéljék. És akkor innen tudjuk, hogy mivel a 18. állítást megelőző két állításról ugye nem olvastunk semmit, emiatt tudsz rájönni, hogy egyébként mind a három C, de erre elég nehéz rájönni szerintem. Erre nagyon nehéz rájönni egy érettségizőnek, mind a három C, mert egyik állításról sem tartalmaz konkrét információt a szöveg. És emiatt tudjuk, hogy a 18-as az A, 17, 16, 15 meg C. És viszont arról, hogy a fiúk az apjuktól tanulják meg a férfiak nyelvét, ezt megint nem mondja ez emiatt C. Ezt nem mondja konkrétan a szöveg. 20-as, according to the chief, God gave two languages to every ethnic group in the world. A főnök szerint Isten minden egyes etnikai csoportnak két nyelvet adott a világon, ez false lesz. Ez a false lesz, és azért, mert tovább megyünk, tehát megyünk tovább. Ubang people are extremely proud of their language, but there are different theories about how it happened. God created Adam and Eve, and they were Ubang people, says the chief. God's plan was to give each ethnic group two languages, but after creating the two languages for the Ubang, he realized that he simply didn't have enough languages to hand out. So he stopped, he explains. Tehát ugye itt ugye arról van szó, hogy az Ubangi emberek rendkívül büszkék arra, hogy két különböző nyelvük van, de különböző elméletek születtek arról, hogy ez hogyan is történt. És ugye itt a főnök magyarázza el, hogy Isten teremtette, hogy Isten Ádámot és Évát ubangi emberekként teremtette meg. Viszont a Istennek az volt a terve, hogy minden különböző etnikai csoportnak két nyelvet ad, de miután megteremtette, és itt van a megoldás, hogy miután megteremtette a két ubangi nyelvet, a két nyelvet ubangnak, egyszerűen rájött, hogy szimplán nincs elég nyelv arra, hogy mindegyiket képes legyen kezelni. Tehát, hogy magyarul nem létezik olyan sok nyelv, hogy a föld összes népének két nyelvet adjon, ezért leállt, magyarázza a törzsfőnök. Tehát emiatt, hogyha ide visszamegyünk, a 20-as, az emiatt false lesz. Az emiatt lesz false, tehát ez hamis. Ez hamis, hogy God gave two languages to every ethnic group, azért, mert itt mondja, hogy after creating the two languages for the Ubang, miután Isten megteremtette
a két ubangi nyelvet, rájött, hogy egyszerűen nincs több nyelv a világ összes többi nemzetének, ezért so he stopped. Ezért ő itt leállt, abba hagyta, és ezért lesz a 20. állítás az hamis, az false. Tehát, miután ugye mindegyik állításra írtunk valamit, először beírjuk, hogy false vagy doesn't it say, akkor utána a megoldás legutolsó lépése, hogy beírjuk a megfelelő betűjelet, tehát A, hogyha igaz, B, hogyha false, és C, hogyha doesn't it say, beírjuk ide a megfelelő A, B, illetve C betűket, és akkor már is van 7 pontunk, de nekem egyébként az a véleményem, hogy ez a feladat különösen nehéz volt. Ez nagyon nehéz volt, hogy itt ennyi, ilyen sok volt az állítás, amiről nem volt információ a szövegbe, pláne, hogy 3 egymás követő C volt, szerintem, gyerekek, nem volt olyan diák, aki ezt tökéletesen el tudta találni. Szerintem ez nehéz volt. Menjünk a következő, jöjjön az utolsó, elég hosszú lesz a videó. Jöjjön a következő feladat. Ez az utolsó, a readingnek az utolsó feladata. Olvassuk el. Mi a feladat? In this article about flight incidents, some parts of the sentences have been left out. Your task is to reconstruct the text by filling in the gaps from the list below. Remember, there are two extra parts of sentences that you will not need. Stb. És én megadtak egy példát. Tehát, miről van az utolsó feladatban szó? Az utolsó feladatban nekünk szintén megadtak egy szöveget. A szövegből hiányoznak bizonyos mondatok, és neked ugye annyi a feladatod, hogy itt a feladat második részében megadott mondatokat be kell írnod a megadott üres helyekre. Tehát ezeket a feladat által a negyedik feladat következő második oldalán megadott mondatokat be kell írnod ezekre az üres helyekre. Tehát te a vizsgán ennyit látsz. Itt megadták ezeket a beírandó mondatokat. Na most, ennél a feladatnál mi a lényeg? Ennél a feladatnál az a lényeg, itt én azt javaslom neked, hogy először a beírandó mondatokat olvasd végig, mert szerintem így könnyebb megoldani. Tehát először feladat megoldás első lépése. Olvasd végig az összes megadott mondatot. Olvasd végig, és értsd meg, fordítsd le magadban az összes beírandó mondatot. Mindegyiket elolvasod, és lefordítod, tehát értsd meg magyarul, hogy mit jelent magyarul, és miután ezeket mind elolvastad, és érted, hogy miről szól magyarul, akkor utána kezdjük el a megoldást. Akkor kezdjük el olvasni a szöveget. Nagyon fontos, hogy mindig a teljes mondatot olvassuk végig. In flight incidents in India, more serious than funny. Tehát repülőgép balesetek Indiában inkább komolyabb, mint vicces. Azt mondja, hogy a passenger has recently been taken off a domestic flight in India. És ide egyébként az i-t adták meg, az i fog jönni a megoldásba. While the plane prepared to take off, to charge his phone. Tehát egy utast leszállítottak egy indiai hazai járatról, miközben why the plane prepared to take off, miközben ugye a repülőgép leszállásra készülődött, annak érdekében, hogy feltöltse a mobiliát. The man who was drunk, tovább megyek, tehát még egyszer, nagyon fontos, hogy a teljes mondatot olvassuk végig. The man who was drunk tried to enter the cockpit for Kolkata from the western city of Mumbai. Tehát a férfi, aki részeg volt, megpróbált belépni a pilóta fülkébe, a cockpit az egyébként a pilóta fülke,
Tehát a részeg férfi megpróbált belépni a pilóta fülkébe, while, és ide az fog jönni, hogy while the plane prepared to take off for Kolkata from the western city of Mumbai. Tehát a részeg férfi megpróbált belépni a pilóta fülkébe, miközben a gép leszállásra készülődött. Bocsánat, dehogy is, miközben a repülőgép, de miközben a repülőgép leszállásra készülődött Kolkatából Mumbai nyugati részébe tartott. Tehát why the plane prepared to take off for Kolkata from the western city of Mumbai. Ide ez jön. Még egyszer, mi a megoldás menete? Először elolvasod a teljes mondatot. The man who was drunk tried to enter the cockpit, valami, for Kolkata from the western city of Mumbai. És akkor ide visszamegyek az előző lapra, és akkor végigolvasom, bepróbálgatom az összes lehetséges megoldást, tehát az A-t, a B-t, stb. És először kizárom azt, ami biztosan nem lehet, és akkor beírom azt, hogy ide egyébként a, mindjárt mondom, ide egyébként az I jön. Az I jön, ide az I jön. Why the plane prepared to take off? Tehát ide az I jön. Az I. És rájövök, hogy a 21-esre csak az I jöhet, az I jön ide. Try to enter the cockpit. Why the plane prepared to take off for Kolkata from the western city of Mumbai? Megyek tovább. He was eventually removed from the aircraft and handed over the police because of a security violation. Tehát azonnal eltávolították a repülőgépről, és a rendőrség kezére adták, azért, mert megszegte a biztonsági előírásokat. Police later questioned the man, tehát elolvasom a teljes mondatot, és ugye le kell fordítanod magadba, hogy ez mit jelent, értelmezned kell. A rendőrség később kikérdezte a férfit, but released him soon after, de röviddel ezután szabadon engedte, ugye? Tehát miről van szó? Ezt elolvasod és észben kell tartanod, hogy police later questioned the man, a rendőrség később kikérdezte a férfit, but released him soon after, de nem sokkal ezután szabadon engedte. Tehát tudjuk azt, hogy him, hogy őróla van szó. Megint ugye vadászok azokra a kifejezésekre, amik segítenek nekem a megoldást megtalálni. Ugye itt, mivel a férfiről van szó, ezért ide a him kell, hogy but released him soon after, de nem sokkal ezután szabadon engedte. Tehát itt, mivel a férfiről van szó, ezért ide a d kell. Police later questioned the man, but released him soon after. Tehát a rendőrség kikérdezte a férfit, de nem sokkal ezután szabadon engedte. Megyek tovább. The falling price of air tickets, valami, have led to a boom in domestic flights. Tehát a repülőjegyek csökkenő ára, hatalmas kereslet fellendülést okozott a hazai járatokban. Ide mi jöhet? Megint az a megoldás, hogy végigolvasom az összes lehetséges megoldást, tehát bepróbálgatom az összes lehetséges megoldást, de egyébként, ha tudom, hogy a 21-es volt az I, akkor az I-t kihúzom, hogy azzal már ne kelljen törődni. Az I-t kihúzom, azzal ne kelljen törődni, és megint bepróbálgatom az összes lehetséges megoldást. És utána akkor azt kell kapjam, hogy egyébként hogy az I-t meg a D-t azt kihúzom, és ide rá kell, hogy jöjjek, hogy ide egyébként az A jön. The falling price of air tickets and rising incomes in India have led to a boom in domestic flights. Tehát, hogy a hazai járatok
kal való repülésnek a, hát, a népszerűvé válásához vezetett. Tehát a repülőjegyek zuhanó árai és a bevételek és a jövedelmek megnövekedése Indiában, és az indiai jövedelmek növekedése vezetett ahhoz, hogy egyre többen szeretnének hazai járatokkal repülni. Carriers say that there are a lot of first-time flyers, which also presents new challenges. One airline, Air Asia India, said it was producing a how-to video for new customers, valami, from the need to show up on time to instructions on how to use an onboard toilet. Tehát ez az indiai légitársaság azt mondja, hogy készítettek egy ilyen bemutató videót az új vevőknek, és ez a bemutató videó mit csinált, itt az a lényeg, hogy arra gyere rá, hogy mit csináltak ebben a bemutató videóban. On how to video for new customers, explaining important aspects of air travel, from the need to show up on time to instructions on how to use an onboard toilet. Készítettek egy új videót az új vásárlóknak, amiben elmagyarázták a légi utazás fontos tényezőit. Egészen onnantól kezdve, hogy egészen a megérkezéstől kezdve, egészen a WC használatáig. Tehát ide a G kell. Tehát innen egyébként, ugye itt megint azt mondjam, megint végignézem az összes lehetséges megoldást, és itt ugye kiszűröm azt, hogy ide a G kell, azért, mert a G illik bele ide ebbe a szövegbe, mert ugye a G az, ami az utazás tényezőiről beszél. Ezért ugye ide a G jön. Beírom a G-t, és megyek tovább. Explaining important aspects of air travel, from the need to show up on time to instructions on how to use onboard toilet. Megyek tovább. In another incident earlier this year, a Qatar Airways flight made an emergency landing in the southern city of Chennai. Egy másik korábbi incidensben ebben az évben, egy másik idei incidensben a Qatar légitársaság járatának vészhelyzeti leszállást kellett végrehajtania Chennai város északi részén. Valami, to unlock his phone, where she discovered evidence he was cheating on her. Miközben ugye feltört a telefonját, miközben a nő felfedezte, hogy a férfi megcsalja őt. Mi történt ezelőtt, hogy feloldotta a telefonját, miközben a nő felfedezte, hogy a férfi megcsalja őt. Ide az jön, hogy Qatar Airways flight made an emergency landing in the southern city of Chennai after a woman used her sleeping husband's thumb to unlock his phone. Ugye, tehát miről van itt szó, hogy a Qatar légitársaság járata vészhelyzeti leszállást hajtott végre Chennai déli részén, miután egy nő az alvó férje hüvelykujját használta arra, hogy feloldja a férfinek a telefonját, miközben a nő felfedezte azt, hogy a férje megcsalja őt, és ugye a nő, az a lényeg, hogy a nő így állt bosszút a férjén azzal, hogy a férje megcsalta őt. Ugye? Tehát itt ugye ezt kell beírni, ezért ez a B lesz. Tehát megint
elolvasom előtte mögötte az üres hely előtt, illetve utána lévő részeket, és rájövök, hogy ide a B kell. After woman using her sleeping husband's thumb. Ide a B kell. A Béla lesz itt a megoldásunk, a B. Mert ugye itt miről van szó? Honnan tudom, hogy itt a B a megoldás? Azért, mert Qatar légitársaság egy járata leszállási, vészhelyzeti leszállást kellett, hogy végrehajtson Chennai város déli részén, miután egy nő az alvó férje hüvelykujját használva feloldotta a férfinek a telefonját, miután a nő felfedezte azt, hogy a férfi megcsalja őt. Így járt bosszút a nő. Ezért ugye ide a B kell, hogy jöjjön. After woman used her sleeping husband's thumb. She reportedly began attacking her husband, valami, the flight was forced to make an emergency stop. És ezután pedig, ez a reportedly azt jelenti, hogy állítólag. Aztán a nő állítólag folyamatosan támadta a férjét, tehát elkezdte megtámadni a férjét. Ezután a nő állítólag megtámadta a férjét, valami történt. The flight was forced to make an emergency stop, tehát mindig az üres hely előtti és az üres hely utáni mondatot is mindig végigolvasom, mert ez segít nekem a megoldásban. Aztán állítólag a nő megtámadta a férjét, valami történt, és ezután a járatnak vészhelyzeti megállást kellett végrehajtania. She reportedly began attacking her husband and as cabin crew were unable to handle the situation, the flight was forced to make an emergency stop. Tehát itt miről van szó? Bocsánat, tudom, hogy rettenetesen rondán írok, bocsánat, ez a K lesz, ez a Károly kell ide, a K. She reportedly began attacking her husband, a nő megtámadta a férjét, és mivel a repülőgép személyzete képtelen volt kezelni ezt az agresszív szituációt, emiatt a járatnak vészhelyzeti megállást kellett végrehajtania. Tehát ide a K lesz, a 26-osra a K lesz, ő. And as a cabin crew was unable to handle the situation. Tehát ide a K lesz, ide a K kell, a 26-osra a K kell, azért, mert ugye, miről van itt szó? Ide a K kell. Azért, mert itt ugye arról van szó, hogy a nő ugye megtámadta a férjét a repülőn, és mivel ezt a szituációt képtelen volt a repülőgép személyzete kezelni, ezért a repülőgépnek vészhelyzeti leállást kellett végrehajtania. De ezért, ugye azért, mert képtelen volt kezelni ezt a szituációt. Beírjuk a K-t. És ne felejtsük el, hogy az elhasznált megoldásainkat, azokat egyébként itt ki kell húzogatni. Nem mutattam, de egyébként ezeket ugye kihúzogatjuk. Tehát azokat, amiket már beírtunk, kihúzogatjuk, hogy ez ne zavarjon. Megyünk tovább. The behavior of the crew is not always perfect either. Jet Airways has suspended two pilots for 5 years after a male pilot slapped his female co-pilot during a flight to Mumbai. Tehát azonban a személyzetnek a viselkedése sem mindig tökéletes. Ez a Jet Airways, ez a repülőgép légitársaság, két pilótának felfüggesztette a munkaviszonyát, miután egy férfi pilóta pofon csapta a női társpilótáját egy mumbai járaton. She reportedly stormed out of the cockpit. Tehát a nő állítólag kifakadt a pilóta fülkében, valami, leaving the plane on autopilot, és ugye az autó pilótára hagyta a járatot. She reportedly stormed out of the cockpit, tehát általában mindig jelenetet rendezett a nő a pilóta fülkében, and the male pilot eventually left to find her.
leaving the plane on the autopilot, és ugye, tehát miután, tehát annak köszönhetően, hogy a nő mindig kifakadt, mindig jelenetet rendezett, stormed out, azt mondta, hogy kifakadt, jelenetet rendezett a pilóta fülkében, hát végül ennek következményeként a férfi pilóta végül ott hagyta, magára hagyta a nőt, és elhagyta a pilóta fülkét. És a férfi elhagyta a pilóta fülkét. Tehát a 27-es, ez emiatt lesz az F. 27-es az F. És végül, miután, minden egyes helyre beírtunk valamit, minden egyes helyre van megoldásunk, akkor utána, ha még maradt egy kis időd, akkor utána ellenőrizd le, hogy biztosan beleillik-e a megoldásod az adott szövegbe. Még egyszer, itt nagyon fontos, hogy mindig az üres hely előtti és az üres hely utáni mondatot végigolvassuk, és közben ezekre emlékezned kell, miközben keresed a megoldást. Akkor ide, tehát először a megoldásaidat ide, a legelső lapra, a megoldásaidat beírod, betűjeleket beírod, és akkor a feladat legutolsó lépése, hogy az első lapra beírt megoldásaidat át kell másolnod ide a második lapra. Tehát az előző lapra beírt megoldásaidat átmásolod a következő lapra, és akkor ide beírod a megoldásaidat. Ne felejtsd el, hogy a javító tanár csak azt értékeli, amiket ide beírsz. Az, hogy az előző lapra mit írtál, azt őt nem érdekli. A kért helyre ide a megoldásaidat, a betűjeleidet átmásolod, és akkor rögtön itt is megvan a 7 pontunk. Egy kicsit hosszúra sikeredett ez a videó, tudom. Végezetül, így a videó végén én szeretnék sok sikert kívánni az érettségidhez. Mindent bele, köszönöm, hogy végignézted a videót, iratkozz fel, kérlek, lájkold a videót. Sok sikert kívánok az érettségidhez.